kell hazánk taposni. Na, dobjuk meg ezt a paripát! Ellovjuk, fogjuk csak meg! Jó! Na, a város? Ó, nehezen megy ez a vasszak gép. De legalább nem kér abra. Tudja, nagy az áttétele. Hát miért nem szólt, hogy a városba megy? Mutatná, hogy minden pénteken én is megyek, kisem a halak. Dovidra! Oh, várjatok már! Hát te meg kicsoda. Jani bár. Te fel vitte Isten a dolgát, Jani bár. Szalmát hordatok a majorból, mert megjöttek a csumás. Aztán vigyázzon, kárt ne tegyen a menyecskékbe. Ugyan az öreg már nem veszélyes. Hogy én öreg? Verset hánék én még két olyan legényen is, mint te vagy. Jaj, de jó vissza, maguk felé járok, elmondom Juli néninek, az örüljön. Hát Istenem a derekadat, te forcsokú pecté! Te se neves, inkább igyekezz a zsaluval, már a mi helyben is kerestelek, mert a fiatalú lerágja a fülem. Meg lesz, Jani bácsi, most rendeltem meg a deszkát. Te szépítkeznek a kastélyba, te azt mondta az a ház, az a fiatalú. Kell is annak azt, szóval elég szokja a majorba. Megszaporodtak a pusztán! Hogy kereszteltek volna, még csak fél éves házasok. De nem sokára eserékes már, ugye szomszéd? Hát azt csak Lidi tudná megmondani. Vaj, akkor hova ment? Nem mondta. Úgy a sapkát. Köszönöm szépen, Mesterni. Máskor szólj, ne várj, míg én veszem észre. Tudod, hogy az uram nem szereti, a rendetlen vagy. Kedi csókom, tényszerűen. Hol jár maga, Vajek? Firmeister voltam a Diamantnál. Még egy kicsit benézett a Gálit kocsmájába. Már megint félre tetszik ismerni az egyéniségemet? Na. Hát csak igyekezzenek. Én egy kicsit elmegyek. A munkádra ügyelj, büdös kölök, mert megetetem veled az üvegpapírt. Jó napot, húgom. Isten hozta, Józsi bátyám. Hogy van már néni? Végig járja. Koporosót akarok. Beszélj meg Vajekkal. Szépen csináljátok. Nem sajnálom a pénzt, hogy jó biztos feklése legyen. Annyira oda van. Oda van, oda van. Oh. Oda van. Ez a látor, a látor, mit fogott a hánozok, nem fogott az egyebe. Vörös szárnyú kezege, hát a kezeg mi teszik, ha a párkába teszik, nem eszik az egyebe, csak szerelem gyökere. Hogy a fene egye meg rápuskázik az ártatlan madárra! Nem kell, hogy megijedni. Elnéztem. Engedelmet kérek, Káré. Azt hittem, Gép. Balog bement érte, tám még él szegény állat. Most már mindegy. Mondja, Szabor, mi lesz azokkal a zsalunkkal? Jani bácsi sürgette, meg lesz hamarosan. Jó napot kívánok! Mi van vele? Szárnyát ért. El se repült föl mostanában. Nem lehet, hát nem lehet. Nem kell azért kétségbe esni. Baj ezt a bőrdöktorúk. Hogy lenne baj? Láttam én már jó házasságot gyerek nélkül. Mit mondok az uramnak? Az igazságot, lelkem. Ha szereti magát, meg fogja érte. De mikor annyira várja, mindene a gyerek.
Mink is akar voltunk testvére. Úgy ültünk az asztalnál, mint a lakziba. Azt édesapám meg csak osztotta a karét. Oszthatja még maga is. De én már kalácsot is szeretnék adni nekik. Jaj, édes jó feleségem, de jó kalácsot tudod sütni. Emlékszek rá, Isten nyugtassa, még mazsolát is rakott rá. Aztán az elsőt beiratom a gimnáziumba, vagy tanítóképezdébe adom. Az ő fiam doktor lesz, orvos vagy tanár. Én a harmadikat akarom tanítani a magyikát. Nyomdásznak adom. Olvashat legalább. Hadd tanuljon a gyerek. Hiába csak a gyerek emel fel bennünket. Az bizony az, ami kétség. Fiatalok, kérem! Na, mit akarsz? Gyere be! Mit bőgsz? Meghalok. Rendben mondtam, hogy vigyázz. Hát, egye meg. Én meghalok. Meghalsz? Annyi bajom van veled. Honnan bemegy a városba a teljes kocsival. A címet majd odaadom. Csak reggel megyünk le a vízre. Vidd el a kovácshoz! Hát ott be. Köszönöm, hogy hazahozott. Nincs mit. Majd megerülnek a gyerekek a madárnak. Na ne félj! Majd meggyógyul a te szárnyad. Hát, mi jók voltatok? Jók nálatok, hoztam egy madarat nektek. Gólya, ugye? Gólya, gólya, kilice. Tudjátok azt, hogy én jól tettem kiválni. Gyere, eredekei! Gólya, gólya, kilice. Hol jártál? Csendítenek Mári néném. Nyugodjék békébe. Náluk voltál? Nem. Kis kovászért voltam édesanyámnak. Ja, ja. Elugyasd, na, vigyázzatok ám rám, mert az a jóisten madara. Na, jó lesz így, hékás? Nem, békás. És a? Békás. Békás? Igen. Jó, akkor hívjuk békásnak. Na, megállj, csak bemutatom a családot. Békás. Itt van Julika. Az én nagy kislányom, jó rátott átosítni. Ez itt Jároska, aki nem akar tanulni, a rossz lesz csíp meg az ületet. Nem még itt a Matyika, ő a legokosabb. Nyomdász lesz. Na, köszönj szépen. Szerbusz, békás! Szerbusz! Látod, ez itt Rozika, ő a legkisebb, kicsi még nagyon, duzzog. Na, Janika, erre hozd be a tyúkborítót. Gyere, békás! Az Ergét! Ne járjon a szád! Bemutatjuk az Ergének is. Itt az Erge néni. Jó estét kíván az Erge, nem tettes legyen. Hozz csak ide azt a tyúkborítót. Gyere! Ide! Várj, tétre! Na, békás! El lesz a hálószobád! Na, gyerekek, csak nézzük a vasra. Mi már fölédes. Fejön át, akkor várj, így is hagyj már. Járj, a szalad, hogy vizet. Hozzá, békás! Nem kell a bölcső, a komályom kocsit küldött a városból. Kocsi? Az, hamarak. Te melyiket választanál? Nem tudom. Bölcső is jó. Na hát akkor nem adom el. Majd a mi gyerekünk fekszik be. Mi gyerek? Te mondj már valamit. Gyerek. Meleg a keze. Right.
sőtünk, most itt a nagy vagyunk. Hát ér maradottunk 30 esztem, de egy bűrom maradottam. Mert itt legalább ott van a Lidiáni, mindnek az unokák. Hát már gyűhetnénk meg. Jól élnek az Imré? Hál' Isten, nagyon jó. Mári nénének is meg voltam gyerek nélkül. Beleket törődni. Én nem tudom elrődni. Mindenünk meg lesz. 40 volt az öröksége. Azt szedezte a boldogsághoz, pénz meg vagyon, szegényebb vagy, mint egy véres lány. Választottál volna onnan, az a szaporába. Fogd be a szát! Bezzeg, mikor apám még felszeg támaszták a műhelyt. Nem könyörögtem érte, tudja jól az a házsártos anyát. Ne bántsd az anyámat! Senki sem voltál, semmi sem voltál, akkor azon az úrska viszik, mint megkarikáztál a falunkba. Mi csinál? Elme! Az a kicsit! Ne rendben is lássalak! Eredj a hagyolóttal egy! Addig visszanyírtam! Akkor törjön ki a lába, amikor utálod mennék! Az a híres. Hátoztál. Én hányszor kikergettelek, mégis itt vagy. Feküdjön le. Feküdj le, te is virágom. Na, hozok egy kis vizes borogatást a helyedre. Biztos engedve. Ne hallgass rá. Erek csak haza szépen. Nem megyek én, édesapa. Soha többen. Kérni szeretnék valamit. Kérni? Igen. Julika, hova tetted a tűrő közé? Itt, itt van, látom már, tűrülje meg ezt a gyereket, hogy legyen szíves. Na mi van a szomszéd, mondja csak. Elfogyott a kenyér, aztán. Adok én szívesen, kölcsön, hát láttam Lidike kovászolt tegnap este. Jároska, vágj egy szép pille kenyeret. Majd visszaadom, ha hozott az inas a Béktől. Béktől? Attól. Hát Lidike. Lidi nem süt kenyeret. Elment az éjszak. No. Összeszólalkoztunk. Hát azt elég rosszul tötte, szomszéd. Na, őre! Őre! Ne mozog ki! A Békás nem mozdít! Nem, amma fürdött szegény tegnap. Meg kell ám az asszony becsülni, szomszéd. Én aztán tudom. Na, hopp, 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 hopp! Na, mi történt? Csendesen, emberek, csendesen, mert megbolondulok! Na, asszonyok arra! Emberek ide! Na ne bámész, hogy meg kiesel a szemeden. Lányok, arra kis házba. Na, előre, mozgás, mozgás. Hát te, se mondtam, hogy az asszonyok arra mennek. Én nem vagyok asszony. Hát mi vagy? Lány. Micsoda lány az, akinek gyereke van? Haronülővel különben se jöhetsz summába. Én azt hittem, hogy... Gyerek nem volt a szegődésbe, hát ki ügyel a gyerekre? Én. Én?
Na hát csak szedd a sátorfát, ez nem menné. Hónap lesz borjumát. Jó, csak tegyen félre a gyerekek. Isten áldja, mester vele. Jó reggelt, Lidike. Jó reggelt, Balogh. Mit csinál, hazagyit segíteni? Nem jönne hazafelé velem, ne menjek már gyalog. Én még maradok. Üzlet nem volt, Balogh. Én kis töpörtjét vettem a gyerekeknek. Jó, a zöld paprikát. Jó, bízom még friss kenyérrel. Láttam, kovászolt az este. Jézus, a kenyerem! Elfelejtettem bevetni. Lidike, hát ügyön majd nékem egy karé. Beviszem a gyereket a városba, Lelencpölten. Volna szívet hozzá. Mit csináljak? Annyi bajom volt már miatta. Mindenünnen elküldenek. Miért nem hagyod otthon a falutokban? Nem lehet. Elzavartak otthonról. Az apja merre van? Nem tudok. Milyen bitangok. Hát csak eredj lelkem, én majd szólok a helyedre. Be kéne dagasztani. Süssek rá most? Süssek. Kéne gyújtani. Tésztás a keze. Beleszólt a tésztába 90 búzát. Addig kellett dagasztani, míg mind a 9 ki nem bújt. Eleinte kikeresgéltem a búzaszemeket, de édesanyám kezemre vett. Kezedre vett? A jó kenyér, ha szépen dolgozza, magától is megtisztul. Főleg, ha énekelnek hozzá. Na, ének. Megérett már a búza kalács, sejdele is lehet várni. Nem érik a szőkely ágynak a legény utánja. Nem jártam én életembe, de ezután se járok. Van én nékem egy szép szeretőm, hely, de vele vagyok pár. Nem jártam én életembe, de ezután se járok. Van én nékem egy szép szeretőm, hely, de vele vagyok pár. Szépen, azt akarom kérdezni, Szabó Imre Nádasról való? Honnan? Én is. Miért keresi az uram? Az uram? Igen, az uram. Miért keresi? Semmiért, csak gondoltam, benézek. Hát, ha üzenne valamit haza. Földire? Hogy jött ide olyan messziről? A summásokkal. De nem fogadtak munkára, mivel a kisgyerekem. Mennyi idős az apróság? Esztendős.
Be kell adni szegénykémet a leleckbe. Lelencbe? Fiú vagy lány? Fiú. Nincs, aki vigyázzon rá. Jaj, na neves majd csöpet, na neves majd neves. Jöjjön, kedves! De meg fog örülni az uram. Na gyöjjön már! Gyöjjön már, talán meg! Ide nézz, Imre! Látogatott kaptunk a faluból! Meg ezt az édes kis apróságot, nézd! Hát te? Jaj, nézd a lábát! Egy falat, mi volt a gyönyörű gyerek vagy, te gyönyörű gyönyörű gyerek? Lehettem a summásokkal. Summások. Benéztem, hát ha hiszem valamit haza. Haza? Na nevet, na nevet egy csöpet, na nevet. Jaj, Istenem a füzem! Minek jöttél? Meg utána jöttél. Ki a gyerek? Az enyém. De ki az apja? Nem tartozom számadásra senki. Nekem se? Neked se. Csúrtam a büszke apád előtt, nem akartad ott hagyni a jó módot, mert a kert alatt már ott járt a 50 holdas legény. Nem úgy volt, Imre, ha még egy kicsit vársz, akkor... Mire vártam volna? Mit beszélsz? Legalább az anyja dolgozhatna a summásokkal. Már úgy elmegyek. Egy ugrás a major. Munka után bejön a faluba. Minket is szívesen látjuk. Nehéz dolog az, Lidi. Jó helye lesz itt a kisgyereknek. Adja már egy kicsit. Sok baj van vele. Nem baj. Gondozom én szívesen. Vigyázok rád, mint a két szemem világát. Minden anya félti a gyerekét, nem érted? Tőle. Hát mi vagyok én? Én is csak asszony vagyok. Ugye ide? Hol a gyerek? Itt a nyuszfél. Érti maga ez, Balog? Most itt van ez a gyönyörű gyerek. Egész nyáron nálunk lehetne. Szegényt úgyis Lelencbe akarják adni. És Imre ellenzi. Én nem ellenzem. Tőlem maradhat. Megvan az eremlidike. Tessék, csak fektessen el a gyereket ebbe a szép hintóba. Köszönöm, Balog. Hát akkor iparkodjék vissza a gazdához. Tessék parancsolni, majd én elkísérem kegyedet. Testi lelki jó barátom az illető, tessék parancsolni. Elintézem én a kegyed dolgát. Balog is már helybeli halászmester, vezes neve. Hogy nem értettem. Van gyerek. Te nem is örülsz neki? De, nagyon örülök. Befogadsz a házba egy vadidegen gyereket. Még állok téged, nem? Na, gyere, gyönyörűdám. Hallok, mit Imre bácsi? Csúnya bácsi. Bezek, ha apuka itt volna? Hagyd abba már! Na. Még azt sem tudod, mennyit eszik. Jaj, Istenem! Még tönkre eszik bennünket. Mindjárt a habarok is kis tejbe tárják. Hát így ide. Jó meleg. Jó meleg, feküdj ide. Édékerem. Na most megyek szakajtóért, megnézem az tüzet. Addig majd Imre bácsi vigyáz rá. Nem vagyok én Pestra. És értem, hogy hogy lehet egy ilyen ártatlan kis többségre haragudni. A tehető arról, hogy olyan utolsó kapcsolatot járgott az apja. Azért az apját nem kell bántani.
kívánok, igazgató. Adjon Isten, Balog. Kérlek egy pillanatra. Hallja, Balog, jó nyugdíjas állást kaphatná a vállalattól a városba. Most, hogy meghalt az öreg Kerebes, magára gondolt. Aztán jó volna, mert iskoláztatnának a gyerekek. Na jó. Persze, nős ember maga. Sajnos ez vagy vagyok. Hát ez nagy baj. De azért csak keressen fel, amikor hozzá halad. Jó. Meg kell újra nőszülni, szomszéd. Bajos dolog az. Lábom is hibás, szegény is vagyok. Így innen én hozzá. Ó. Te gazi? Ismered azt a lány? Gondolom a summásokkal jött. Vasárnap van. Szép bizony, meg kiöltözködtek az asszonyok. Téged se láttalak még ilyen csinosnak két hét alatt. Mi a bucsátik áll maga? Csak nem engem utánozza? Ne, kiáll egy meg a cipőmbe. Jó, hát csak hozzá át a cipőit hozzám, Piroska, majd előütöm. Van elég kalapácsom ő. Aztán a csórakázás is esedékes volna már. Nem borul fel a lakit. Ó, van éppen. Oda nézzenek. Ezt a biciklit akarom én megvenni. Jó, csodagép. Kis áttétel, dinamó. Hát bizony, már ideje volna kidobja azt az óskatragost. Emlékszem, a falunkból is azzal ment el. Tele van a kis hasa, alszik a törött vasa. Narudt szépen zsöngyirágomnak aludt. Szaj, a levesem, vajon figyeljük volna, gyerekre, ne aludj! Hívjon! A pálinkás tenyeret kell letetni véle. Na, majd adok én magának. Hallott a szakszát? Megint felemelik a borárát. Jó, itt várjuk, édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, nem tudsz várni. Most egyél. Lups, hopp, ho, 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 ne szeretj. Jó, várj csak sorodra. Rozika, tartsd a tájéről. Egy kis buktát lettem, szomszéd. Buktát? Jó, minek fáradt, ennyi buktát. Nem, hogy... Kárba megy, megesszik. Hát azért hoztam. Jó, összebuktam. Jó. Adjunk a békásnak is. Adj, jó, majd a terészedet odaadjuk, jó? Majd az edénykét egy kicsit elvinném. És az edénykét? Ahogy tudom már, így már adod a Julika a fülest. Hogy van a nagy ember? Jaj, Balog. Csuda gyerek az. Fél évet töltöttem Belgiumban, Brüsszelben egy dugógyárban, mint művezető, kérem. Gondoltam, minek nekik az a sok dugó, mikor a rossz boruk van. Lidike a legjobb kukta, eltudott az összes kukta. Mire le ide, Galopfő?
Engedelmet kérek. Maguknak hoztam, Piroska. Nálunk már úgy sincs szükség ilyesmire. Csörgő. Piroska, illik-en magához nagyon? Szeretkezett benne. Mutatós. Szépen, de... Te is vehetnél magadnak ilyet, Lidi. Vehetek. Annyira tetszik. Lidi néni, gyorsan tessék visszaadni a fület. A Rozika. Itt gyorsan, gyorsan. Bárdor Serleg! Mit énekeltek te? Csak énekeltek. Hogy van az, hogy magamat is belévetem? Magamat is belevetem, virágnak. Aki szeret, majd leszakad magán. Piroskának hívnak, ugye? Anna. Szép fehér a bőröd. Nem félsz, hogy megfogja a nap? Nem dolgozhatok esernyőbe. Pedig szép vagy egy fehéren. Nem tudom. Na, erre csak haza, majd keresek valami jobb beosztást, ahol nem fog meg a nap. Jó lesz? Jó. Na, erre csak. Reggel üzenek a gazdával. Hát csak igyekezzetek, fajek, ne a Gálic felé menjenek. Hát csak nem kerülünk akkor át. Imre! Szép babosanyagot láttam a szövetkezetben. Szeretnék egy kis perkáruhát. Kocsáknél megvanná. Jó van, vedd ki az árát a suglódból. Te Imre! Szeretsz te még engem? Persze, hogy szeretlek. Úgy, mint eddig? Mit akarsz ezzel? Azt hittem, a kisgyerek segít mi rajtunk. Megbántod? Nem, de. Sok munka van vele. Meg aztán folyton kerülgetni kell egy ilyen törvénytelen gyereket. Törvénytelen? Ezért ki kell dobni? Két ember szeretett, ez nem törvény. Mindnyájan ebből lettünk. Itt jár az anyja köztünk. Na és? Azt akarod, hogy úgy fésülködjek, mint ő? Meg olyan kendőt hordjak. Tehetek én arról, hogy mindenhol szépen áll rajta. Ebbe igazán követheted. Engem ne hasonlíts össze vele! Fogad te másokkal az! Eleget. Ráadásul még egy szép lánc is. Hát hol van? Itt áll előttem. Mindjárt be is száll a csónakon. Hát a vinne. Haza? Igen, más beosztást kap.
Elviszem én, addig élek. Belé ne forduljunk, mert félek a víztől. Ne jön semmi, túszni gyárnak, hogy még az árnyékos lesz vizes. Van még 40 fillérez? Nincs. A hús csak van. Nincs. Hát, amit az előbb visszahoztam. Na hát, ez a szolidaritás. Hát akkor csak egy kis fröccsöt hozzon, Lajos. Hogy miket kitalál maga? Hát beszél az ember, mikor aztán hallgatni volna jó. Ülni egymás mellett, lesni, hogy lemegy a nap, levél van a fákon. Maga ilyet is tud valók bács? Bács, tudok én még különbet is, pedig már elég öreg vagyok. Há, hogy volna öreg? De hát, ha már szép lányok is azt mondják nékem, hogy bács. Há, hogy kéne mondani? Úgy, hogy István. Há, mondhatom én úgy is. Na mondj. István. Na, hát én már reménykedek, hogy nem viszel a köszvénybe. Sajnálnám, amit hagyd ezt a gyönyörű élet. Ott a négy gyerek föl kell nevelni, azokat is fajos így magányosan. Gyerekkel nekem is, édesanyám. Mert így én vagyok a gyengébb. Ezt mindig szeretted. Egyre jobban elveszítem. Ami melegség van benne, azt is ahhoz az idegen gyerekhez hordja. Hát akkor nincs más hátra, fiam, mint hónap reggel bevisz édesapád a klinikára. Jaj. Ott alaposan megvizsgálnak, megrögenyednek. Három hónapig feküdtem spitálba. Mire kipicegtem, megnyit már az érem is. Milyen érem? Maradható. Nagy ez is. Itt van magánál? Mindig nálam van, mert e tart egyensúlyba. Nagy ez is. Gyönyörű. Megjár is. Lássam, hogy jutott magán. Na, inkább talán magán. Rajtam már volt eleget. Szabad. Bocsánat, kérem. Így né. Maga most valóságos, nemzetes asszony. Igen, nagyon szép. Örül neki? Na, egymagában nem nagyon örvend ez az ember. Majd a gyerekek, ha fölnyűnnek, nekik jó lesz. Pedig most kaphatnék nyugdíjas állást is a városban. A lakás is járna hozzá. Egy kis bútor meg csak akad otthon nála. Asztal, szék, ágy, tűkör is van. Meg aztán lehetne ám csináltatni a Szabó úrral egy szekrényt is a láda helyett. Mondja, Piroska, maga milyen szekrényt szeret? Két ajtós? Nem is tudom, így hirtelen. Akkor csak gondolkodjék rajta. Végig rózsás nincsen? Az már elfogyott. Az kellett volna. Szép perkál anyagokat kapok a jövő héten Szabóné. Jó, majd megnézem. Jó, becsomagolhatom? Köszönöm szépen, így is jó lesz. Hoztál enyve? Jó, azt elfelejtettem. Persze, törődsz is te velem. Igen. Mit akarsz? Holnap bemegyek a városba. Megnézem Miska sógorékat. Lehet, hogy ott is alszom. A sógor azt mondja. Jobb lesz. Ha itt alhatnék, csak holnap kapom meg az új helyemet. Itt alhatsz. Édesapá, a Matyi nem mossa a lábát, csak húzik fel. Jó, van, akkor majd a nyomdász kitartik az orba.
Majd az Ergét fektetjük be az ágyba. Jó lesz, Erge? Mi? Vigyázz, Békás, megmossák a lábadat! Ma megint hozta az Ári, édesapám, mikor tesszik megcsinálni? Alig, hanem kidobjuk a ládát, kislányom, mert szekrény áll helyébe. Látod volna, hogy egyél még egy kicsit. Na, csak egy kicsit. Megetette? Na. Meg. Nem is nézte, hogy még így bentek. Úgy nyugodtan, mindig csak bújni kell, mint a tolvajban. Pedig úgy szeretném. Lidi bement a városba. Tudom. Milyen jó szaga van a majom. Ajtőisten, jó reggél! Na mi a Jani bácsi? Az a piroska itt van? No, hát csak tedd a lábad, ott eredj a kastélyba. Jó helyed lesz. Nem fájdul meg a gyerekat. Jó Istenem! A lényeget! Na, szervus! Pálinkás, jó reggel! Na mi az, Vajek? Most kell jönni? Hát nem lehet már magával bírni? Most üti a hetet. Leállj a szája! Gyerek, hol van? Levencében van. Hát fogja azt a gyalut, maga miatt késünk az épületet. Mostanában egy szekrény. Az a kérdés, milyen kivitelben? Fú, dénosat gondoltam, ha már egyszer rászáll az ember. Hát, ha csinálj meg, az ár nem fontos. Csak szép sifonél legyen. Mert hát, ha meg ne zsülnék. Na, megálljon csak. Két szolos deszka kell hozzá, az 3x8=24, az 43. Megáll, két ajtósa. Két ajtósa? 43. Politérozva. Jó, hát. Hát nem csak az. Az. Mi a? Maga már tudta, hogy piroskának lesz. Ott van mi benzsít a piroska, piroska, piroska. Na mi a, mi baj van? Magát nem tetszik, hogy, hogy nem jó választott? De, csak kaphatna maga különbet is. Hogy különbet? Az olyat, akinek nincs gyereke. Hát elvegyi le a többiket. A csillagok nem bátják egymást. Olyan balog lesz a bőr. Jó, jó, de hát magát nem zavarja az, hogy ez mégiscsak egy esetlány. Nem kérem, engem nem zavar. Megejtették. Attól még rendes asszony válhat belőle. Na és a korkülönbség, az se zavarja? Nem kérem. Mindenki annyi idősem. Annyi. Nem zavar. Na hát, ha fogja hozzához a szekrényhez, Szabó úr. Azt a két van, az egyik oldal legyen. Akasztós, a másikat meg rakja teli fóca. Tegyen bele, vagy négy fócot. Nem. Tudja, amit egyszer érünk, egyetlenek, tegyen bele, vagy hatot. Mi? A... Szaladok az edényét. Lidi bement a vára. Igen, hát akkor a gyereket viszem át, legalább megszokja a testvéreit. Ma van új, de ember? Igen. Hogy hívják? Piroska. Na,
menjen be, törölje fel a padlót, mert én most nem tudok hajolni. Ebben van, fiam, az eredmény, a lelet. Reménykedhetek, tanár? Majd a maguk orvosa mindent megvan. Ezt adja oda neki. Akkor mi el is mehetünk? Azért vettem maguk a soron, így, hogy korán végezzenek. Neki. Olyan jók maguk, annyi minden kell egy ilyen kis gyereknek. De már gyűjtögetem a kis cipőre valót. Imre, a holmimért jöttem. A kastélyban lesz a vakáció. Hol? A kastélyban. Olyan kedves ember a fiatalulásán. Még így jönnek is meg kínál. Többi summás is likőrt kapott, mi? Szerce belőle dáma lesz. Mi? Takarítok a kastélyban. Ez ott a hely, ahol a többinek. Könnyebb lesz, többet keresel. Nem engedem. Mi? Neked ehhez... Miért nem akarsz? Nem akarom. Nem akarom. Ez jó lesz? Ja. Jó lesz. Csomagolja sokkal. Itt megbolondítasz. Azt hiszed, nekem könnyű eljárni hozzátok. Úgy jövök, mint aludni járni. Mint a tűzzel volna kibélelve a házat. Avval, tűzzel. Én is érzem. Mikor nézlek, kiszárad a torkom. Mit akarsz? Piroska. Nem. Ne ellenkezz. Az olyan, mint a vág. Nem. A halkas. Szándéka. A világ változott nekem,
Már az ember nem változik, már ha van becsület. Sajnálom magát. Ne tessék engem sajnálni. Olyan ember vagyok én, akit sajnálni kell? Négy gyereket nevelek én föl, összvegyem becsülettel. A nagy ezüstöt se akasztottam le a csillagos égről. Ne sajnálj engem senki! Se maga, se a szeretője! Mit mondott? A szeretője! Történik itt? De semmi se történt, vitatkoztunk. Mind vitatkoztak? Az úgy volt, Linike, hogy... Majd én elmondom. Hagyja csak az abom. Mi volt az, Balog? Rendben van, mondja el maga. Nézze csak, Linike. Az úgy volt, hogy... valami kis munkát kértem a maga urától. Jó szomszédok voltunk mindig. Egy szép két ajtós szekrényt szerettem volna csináltatni a látóhelyen. Mert olyan sivár így ez a lakás. Miért kell ezen vitatkozni? Mit csinálja az uram? Maga uram, nagyon drágán számította. Még megszámítja olcsóban? Nem lett a mára olcsó, hogy mi ketten megegyezünk. Hogy lehet ezen összeveszni? Nagy a forróság, az ember telenti az indulat. Istennek ajánlom. Ez a kis gyerek. Miatt hagyd abba, már hallottad? Csak kérdeztem. De korán hazajöttél. Korán, mert... Sógorasszony, hogy van? Miért ingyen? Nem náluk voltam. Hát? Klinika. Minek? Megvizsgáltak. Ebben van az eredmény. A lelet. Átvihetnéd a doktor úr. Elvihet. Ugyanis nem bírná ki a szívet. Sosem mondta, hogy fáj a szíve. Nem minden beteg szív fáj, és nem minden fáj a szívben. Nézze, beszélje le erről a feleségét. Hogy magyarázzam meg? Ebben a műtétben még nem halt bele senki, de a felesége esetében 95%-ban katasztrofális lenne. Azért az 5%-ért kár lenne kockára tenni egy fiatal életet. Értem én, doktor úr, de... szíve miatt elélhet nagymama korány. Sok nem lesznek unokák. Na, nyugodjanak meg. A jó házas élet nem csak ezen múlik. Isten áldja Szabó. Isten áldjon meg, kisfiam.
hallom. Nos. Mit történt maguk között? Á, semmi. Piroska, érted, jöttem, fedelőzködj gyorsan. Mit akar? Elmegyünk innen, újra kezdjük. Mi van veled itt? Gyereket is eljött. Nem, hagyd neked feleségét. Nem törődöm semmivel, csak gyerek. Nagyon várom már azt a kis szekrény, Szabó. Jó lapocskát, meg lesz most üvegezem. Erecsön, engedd meg a csapat a fürdőszobába. Nagyon szép csalukat kaptunk. A számlát meg küldje be. Mi van magával, Szabó? Semmi. Na, Isten áldja. Mondta, hogy... Lehet opera? Lehetne. Jó Isten! Fájni fog. Na, ugyan, bolond. Majd szépen, lassan elaltatnak. Hát, amikor... Ebbe még nem halt bele senki. Ha a levélbe benne volt, hogy 95%-ban biztos. Láttad? Latino van. Csak 5% a veszély. Hova még? Piacra. Nekem a kastélyba kell felvinnem ezt a kis szekrényt. Felküldheted az Inassal is? Nem lehet, mert rendelést kell felvennem. Én ha
Hamarosan megjövök. Te István! Megint járt nálunk az a halas igazgató. Izente, hogy eredj már be hozzá a városba, az állás vége. Nem megyek én, meggondoltam magam. Meg vagy te bolondulva. Megmaradok én már itt a víz mellett. Hát, te tudod. Jani bácsi? No. Mondja csak, hova osztotta be? Ki? Azt a piroskát. Azt nem én osztottam be. A fiatal? Kastélyban van. Első szolgálat. Na, megnyugodtak már? Nem olyan könnyen nyugszik meg az ember. Hallgasson csak mindenbe az urára. Beszéltem neki, és ő is belát, hogy azért az 5% sikerén kár lenne kockára tenni a maga fiatal életét. Ebből a közkúsos praktikából van idő. Hajon Isten! Átvinnat jó napján, Balog! Átvihet. Akart egy kis szalonnát? Ha
Hát, ha észrevett, tessék visszatenni. Egy Levente nem beszél, csak a halála után egy fél órával. Akkor is csak annyit mondta, hogy... Éris! Ne röhög. Hoz egy kis firnet a Gálisztól, meg 5 darab cigarettát. Mi? Olyat, mint te vagy. Ezt nevetszél. Ha felszálltak az új kacsák, nehogy megér összetessék téveszteni más magáról. Hát, amúgykor nem véletlen lőttem. Lehet. Nem igen van, aki számon kéri, hogy mi minden szokott csinálni. Mit akar még számon kérni? Hát megemlíteném, hogy végig hagyhatna azt a lány, azt a piroskát. Hogyan való? Csak játék az egész. Az játék. Könnyű magának játszani. Nevezzem tovább. Összeraktad a holmidat, indulunk! Te meg vagy zavarod! Iparos né leszel, elmegyünk messzire, gyere! Ebbe az egy szál kendőt! Nem akarok veled menni! Velem jössz! Nem megyek! Hozzám tartozol! Mikor volt? Piroska, könyörgök, ha tudnád, mi vár itt rá! Hagyd nekem békén! Nagyon fehér a bőröd. Nem félsz, hogy megfogja a nap? Szép vagy is fehéren. Ne tessék már játszani velem. El vagy a dolgodra. Gondold meg. Mennem kell. Édesanyja. Inkább én vagyok, meg édeslány. De még nem halt vele senki. Imre mondta. Nem beszél. Ő is így akarja. Mert gyerekkel nekünk, édesanyja. Csak rá ne fizetsz, édeslányom. Tudom az árát. Találkoztam a doktorral. Hát, ha nagyon fog fájni az operáció. Nem baj. Majd szépen. Lassan. Elaltatnak. Indulhatunk. Aki szeret, majd lehozol magát. Gyorska. Tessék. Menj vissza a summások közé. Miért nem mondtad, hogy valaki itt árnak van? Én nem. Nem szeretem az ilyesmit. Fiatal legyen. Jó, jó, jó. Ne fel, vegyél magadnak valamit. Fiatal. Fiatal. Ne tessék. Ne. Hamar kitért. Repül, békás, repül! Repül, békás! Pont túlmegálltad, túl akarsz menni! Elhoztam az ebédet. Mit hozott? Veseverőt salátával. Mondta Lidi, ezt nagyon szereted. Lidi? Ezt azt üzeni, hogy a szennyest készítsz ki, ne dolgozz nagyon magad, és a kiskacák itatója sose legyen üres. Hol van Lidi? Bement a kórházba. Operálni. Operálni? Nem szólt semmi. Biztosan megint összevesztetek. Mikor szánta rá magát? Reggel, mikor beszélt az orvossal.
aztán még valamit mondott. Aztán a perkáruhát nem csináltatja meg, a pénzt fizes be az új biciklire. Na, fiam, most teljesül a te szándékod, ha csak az Úristen másképp nem határ. No, nem lesz fájdalma. Szépen lassan elhagyhatják. Lidi! Lidi! Hagyj engem! Azt mondod, hol van ott már? Hol az Isten áldja meg! Csak ugyanból! Te kis ártatlan, születhettél volna jobb helyre. Nem érdemli a te anyád, hogy rásisson. Én megmondtam, a saját felelősségére megoperálom. Igen is, tanár úr. Hát akkor ezt írja alá. Nekem elég, hogy itt vagy én mellettem. Bűnös vagyok, nincsen menetem. Rajtozok mindenkire. El kell veszkodni. Tévedjünk mindannyian. Nagy fekete eltér az emberi élet. De amerre a szenvedés visz, egyre jobban világos. Nem érdemlem meg, hogy mellettem marad. Mit tudjátok ti, férfi? Nagyon könnyű a mellett élni.
a két szívesen meghalunk. Olyan jó hozzám, István. Pedig én rossz voltam. Csak a világ rossz, Piroska. Megnyomorítja az ember. Itt hol ér. Sánták vagyunk. Fogóckodjunk össze. Csak amire nagyon vágyottunk, az nem teljesed. Nyugodjunk bele Isten akaratába. Ő tudja, hogy milyen jó anya lenne én belőle. Így egymagadban is több vagy nekem mindent. Megyünk a városba, István. De nem hagyhatok bénkítését. Hogy menjek vissza a gyerek? Hozzájuk. Nem mehetsz vissza, Piroska. Nékik ott tudod. Nekem is fáj. Rád szégyent és bajt hozott, de Lidi ártatlanul szenvedett érte. Ne kérd vissza, megáld az Isten.